Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. József Attila Tiszta szívvel című versét szavalták el az Apropó Színjátszó Egyesület tagjai. Ezzel a verssel jelentkeztek a Csengei Dénes Kulturális Központ Valaki mondja el című költészetnapi online játékának a felhívására. Már a második év, amikor a költészetnapja pont a pandémiába esik, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsikét mozduljanak ki az emberek ebből a bezárkózásból, és éppen ezért a Valaki mondja el címmel tettünk közzé egy felhívást, aminek az volt a célja, illetve a lényege, hogy megadtunk három verset, és hogy ezt mondják fel videóra, amit majd mi a közösségi oldalainkon közzéteszünk költészetnapján. Nem volt egyszerű kiválasztani a verseket, mert nem szerettünk volna annyira olyan túl ismertet se, ami annyira benne van az emberek fülébe, illetve nagyon ismeretlen se, úgyhogy valahol talán úgy gondolom, hogy középúton maradtunk, úgyhogy a Radnóti Miklósnak a bájolója lett az egyik vers, a Petőfi Sándornak az anyám tyúkja, illetve a harmadik vers pedig József Attilától a Tiszta szívvel. Harmadnapja nem eszek se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek. Halálkozó fűtelen, gyönyörű szép szívemen. Nagyon örülünk, hogy mindegyik versre érkezett be versmondás. Az anyám tyúkja, illetve a Tiszta szívvel lett a nyertes. Talán éppen azért, mert a bájolót ugye azzal, hogy feldolgozták és énekelték, annyira mindenkinek a dal van benne a fülébe, és nem a vers. Örülünk, hogy gyerekek is küldték be, illetve felnőttek is küldtek be verset. A felvételeket április 11-én tettük közzé a közösségi oldalunkon. Végül is az eredeti elképzeléssel ellentétben valamennyi verset föltettük, illetve minden beküldött személytől egy verset tettünk föl a közösségi oldalunkra. Úgy gondoltuk, hogy ha ennyit fáradoztak vele, akkor megérdemli mindenki, hogy a teljes verset, amit elmondott, közzé tegyük, és megnézhesse más is. 2019-ben volt egy költészetnapi műsorunk, az Azt meséld el Pista címmel volt Mácsai Pálnak egy önálló estje, hát ami egyszerűen fantasztikus volt, tehát én úgy gondolom, hogy az egész előadás, a színésznek a személyiség annyira elvitte az egész programot, hogy hát én nem tudom, én úgy gondolom, hogy ezt még meg szeretném nézni párszor. Előtte pedig mindig versmondó versenyekkel készültünk, és hát várjuk már a lehetőséget, amikor ismét személyesen tudunk találkozni a közönséggel, és személyes programokat tudunk nekik szervezni. Mózzak után kedved, miért, hogy beszéljek? Mostan veled, égi cejt van a háznál, mindig emberül szolgattál. Ezután is szól én, Mózza. Kedvet ne kapja tyúkúsra, élj a tyúkkal barátságba, anyám egyetlen jószága.